mérték a sugárszintet. Ellentmondásos hírek jelentek meg a Józsa András Oktatókórház régi sugárterápiás betonbunkerének bontásával kapcsolatban. Ma bemutatták az intézményben a mérési eredményeket. Trafipax kívánságra! A Speed Marathon nevű rendőrségi akcióban bárki kérhette, hogy sebességmérőt telepítsenek az utcájába, vagy bárhova, ahol szükségét érezte. Fizetnek a véradóknak, komoly veszteséget okozhatnak a Vöröskeresztnek a megyében induló plazmaferezis központok. Az elmúlt hónapokban ellentmondásos hírek jelentek meg a Józsa András Oktatókórház régi sugárterápiás betonbunkerének bontásával kapcsolatban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Felmerült ugyanis, hogy az építkezés során nem megfelelően kezelték az esetleg sugárfertőzött eszközöket és bontási törmeléket. A Jobbik feljelentést is tett az ügy tisztázása érdekében. A kórház mai tájékoztatása szerint az intézmény területén sehol nem mérhető sugárzás. Ez itt egy alfa sugárzó anyag, ez a műszer azt méri, hogy milyen erősen sugároz, hallható, hogyha közelebb teszem, akkor nagyon pici a hatótávolsága, amitől kezdve ez már veszélyes lehet. Ez pedig egy béta sugárzó anyag, ehhez hasonlót használnak az egészségügyben is. Dr. Tarján Péter, a Nyíregyházi Egyetem fizikusa elmondta, az egészségügyben mesterséges sugárforrásokat alkalmaznak, kihasználva azt, hogy a sugárzás hatására a rákos sejtek jobban károsodnak, mint az egészségesek. Többféle sugárzást is. Szerinte nem jellemző, hogy a kórházban használt műszerek felaktiválják a környezetet, de ezt megfelelő módszerekkel meg lehet mérni. Ez itt a kezemben egy hagyományos Geiger-Müller számálló, ez elsősorban alfa és béta sugárzásra érzékeny, ezzel, hogyha ott elvinném a kórházba és az onkológia környékén méregetnénk, akkor meg lehetne mérni azt, hogy van-e ott visszamaradt sugárzás, ami esetleg az egészségre káros, valószínűleg nem mutatna nagyon kiugró értéket. Dr. Adorján Gusztáv, a megyei kórház főigazgatója, éppen az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság mérési eredményeit mutatja. A kórház fenntartója ugyanis a lakosság és a dolgozók megnyugtatása érdekében idén március 24-én 6000 négyzetméteres területen végeztette el a hatósági vizsgálatokat. A sajtótájékoztatón elmondták, ilyen működő bunkerbontás egyébként még nem volt Magyarországon. A OSSK-nak a szakvéleménye alapján semmiféle háttérsugárzástól emelkedett a sugárszint sehol nem mérhető, sem a pincében, sehol az épületben, sem az intézmény területén, és hát bizony ez több mint 500 000 forintjába került az intézménynek. Azt gondolom, ezt másra is tudtuk volna hasznosabban használni. Itt a korábbi bunker helyén tehát a megállapított sugárzási értékek nem magasabbak, mint a szabadban mérhető természetes háttérsugárzási szint Magyarországon. A tájékoztatón az is elhangzott, a dokumentumok nyilvánosak, bárki számára megtekinthetőek. Trafipax kívánság műsort tartottak ma az országban. A Speed Marathon nevű rendőrségi akcióban bárki kérhette, hogy sebességmérőt telepítsenek az utcájába, vagy bárhova, ahol szükségét érezte. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből 25 kérés érkezett. Feltűnően lelassult a forgalom reggel a Kincs utcán. Ennek bizonyára az az oka, hogy Trafipax-szal mérték az autók sebességét. Bárki kérhetett kamerát bármelyik megyei útszakaszra. Ide is került Trafipax. Az e-mail címünkre 25 javaslat érkezett, és ebből megpróbáltuk ugye objektíven nézni ezeket a javaslatokat, és a mi szakmai tapasztalatainkkal, illetve a baleseti helyzetekkel összevetve választottuk ki a 24 helyszínt. Feszülten figyelte a Trafipaxot Kulcsár Ágnes. Ő kérte, hogy itt legyen ma reggel kamera. Tapasztalatom szerint itt elég gyakran túllépik a sebességet, főleg mióta felújították ezt az utcát. Nem csak itt, hanem a megyében több helyen mérték ma a sebességet. Térképen mutatjuk a helyszíneket. A megyeszékhely mellett például Kisvárdán, Vásárosnaményban, Máté Szalkán is volt Trafipax. Ha valaki ezt a felsorolást előre megnézte és ott lassított, biztosan nem büntették meg. Vannak erre korszerűbb módszerek is. Itt van például egy ingyenesen letölthető mobiltelefonos applikáció, ebből pontosan látszik, hogy jelenleg 4 helyen mérnek Nyíregyházán, ebből 2 fix Trafipax, 2 pedig olyan, ahol a rendőrök kiálltak és mérik az autók sebességét. Ha rákattintunk, akkor az is látszik, hogy pontosan hol, itt például az incidens sor 21 szám előtt lesz, vagy van Trafipax egészen este 6 óráig.
Így aztán sok bírságra nem számíthat ma a rendőrség. Azt mondták, nem is ez a céljuk. Ezzel a mai nappal nem az a célunk, hogy szankcionáljunk, ezzel a mai nappal az a célunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy itt a gyorshajtás az közlekedés biztonság szempontjából nagyon veszélyes tevékenység, és ezzel is próbáljuk a közlekedőket arra sarkalni, hogy tartsák be a sebességhatárokat, illetve úgy válasszák meg azokat, hogy mindenkor, minden körülmények között megfeleljen. Jövőre is lesz Trafipax kívánságműsor, a mostani akció péntek reggel 6-ig tart. Útfelmarási munkákat végeznek a Magyar Közút ZRT szakemberei Nyíregyházán. A munkálatokat a 36-os főútvonalon a Szénatértől az északi Nagykörúton át egészen az ősz közig végzik. Ezen a szakaszon lezárták a szélső forgalmi sávot, és a leálló sávban is megállási tilalom van. A forgalom korlátozás előre láthatóan péntek estig tart majd. Lesodródott az úttestről egy személyautó Polyákbokornál, a jármű egy mély árok után szántóföldre zuhant. A baleset okát egyelőre nem tudni. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, többek között azt, hogy az autót vezető fiatalembernek volt-e vezetői engedélye. Vérplazma adó centrum nyílt Nyíregyházán a megyében elsőként. Magyarországon körülbelül 4000 krónikus beteget kezelnek plazma készítményekkel. Az alapanyag hiány enyhítése érdekében szükség van a donorokra, akik évente akár 33 alkalommal is segíthetnek a betegeken. Egy plazmagyűjtéssel foglalkozó hazai cég új központja nyílt meg csütörtök délután Nyíregyházán. Ez a centrum Európa egyik legnagyobb és legmodernebb vérplazmaadó állomása. Jelenleg 42 ágyal működnek a Szabolcsi megye székhelyen, így naponta akár 400 donort is tudnak itt fogadni. A plazma levétel egy elektronikus folyamat, amelyet ezek a gépek végeznek. Mint egy véradó működik, azzal a különbséggel, hogy a vörösvértesteket nem tartjuk, meg azt visszakapják a betegek, a mögöttem lévő gépek ezt szétválasztják, és kizárólag a plazmát gyűjtjük. És miért van szükség plazmára? A gyógyszeriparnak van szüksége plazmára, és tulajdonképpen azoknak a betegeknek, akiknek úgynevezett plazmaderivátumokat állítanak elő, és ezzel kezelik őket. Ezek a plazmaderivátumok a legismertebbek, ezek a vérfaktorok, a 8-as faktor, 9-es faktor, közismertebben a hemofiliás betegeknek a hiányfaktorai. A centrumban begyűjtött plazmákat továbbítják a gyógyszergyáraknak, ahol elkészítik a vérből előállítható gyógyászati készítményeket. Magyarországon ma jelenleg 4000 krónikus beteget kezelnek ilyen készítményekkel. A víradókhoz képest lényegesen többször, évente akár 33-szor is segített egy donor a betegeknek. Aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 60 éves és egészséges, ők jöhetnek donornak akár teljes véradásra, akár plazmaadásra is, hiszen mind a teljes vérre, mind a plazmára és a vérplazmára és a vérplazmából készült gyógyszerekre nagyon nagy szükség van. Egy plazmaadás mindössze 35-45 percet vesz igénybe. Testsúlytól függően egy donor akár 850 ml-t is adhat egy alkalommal. A gép a plazma leválasztása után automatikusan megkezdi a vér visszavezetését, így a donor visszakapja a vörös és fehér vérsejteket, valamint a vérlemezkéket. Komoly veszteséget okozhatnak a Vöröskeresztnek a megyében induló plazmaferezis központok. Ezek a laboratóriumok ugyanis fizetnek a véradóknak, míg a civil szervezet nem tud pénzt adni az önkénteseknek. Erről is beszélt a Vöröskereszt megyei igazgatója mai küldött gyűlésükön. Tavaly sikeres évet zárt a civil szervezet, ősszel még a röszkei menekült táborban is dolgoztak. Tömegek álltak sorba egy sátor előtt a röszkei menekült táborban ősszel. Olyan sokan vártak arra, hogy Magyarországon át Németországba jussanak, hogy ellátásukban a Vöröskereszt segítségét is kérték. A szabolcsi szervezet tagjai is dolgoztak a helyszínen. Két turnusban voltunk röszkén, a Szabolcs megyei önkéntesek és dolgozók, és egy turnusban Hegyeshalomnál, ahol a menekültek ellátásával foglalkoztunk, élelmiszerrel, egészségügyi ellátással, első segélynyújtással, ruhasegélyezéssel, pszichológiai segítségnyújtással, tehát igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Erről is szó volt a megyei Vöröskereszt éves küldött gyűlésén. Pataki Piroska, a szervezet országos vezetőségének tagja úgy látja, ugyan nagyon takarékosan működött 2015-ben a Vöröskereszt, minden feladatot elvégeztek.
Nagyon jó érzéssel megyek holnap a országos vezetőségi ülésre, mert nagyon megnyugtató adatokat hallottam most itt a vezetőségi ülésen, ugyanis az elmúlt év nagyon a takarékosság jegyében történt, nagyon nagy megszorításokkal, a jogszabályi feltételeknek megfelelően, minden feladatot ellátva, sőt azon túl is. Eredményes volt a működés, és ami ettől is fontosabb az, hogy pozitív mérleggel zárta a megyei szervezet az elmúlt évet. A Vöröskereszt egyik legfontosabb feladata évek óta a véradás megszervezése. Komoly kihívás jelent nekik idén, hogy egyre több helyen nyílik plazmaferezis központ. Ott fizetnek a vérért, ezért a megyei igazgató attól tart, hogy sokan inkább oda mennek. Különösen nehezedik most a munkánk azzal, hogy a plazmaferezis állomások is beindulnak a megyében, és ez valószínű, hogy több fiatal véladónkat el fog tőlünk csábítani. Mindent megtettünk, és meg is fogunk tenni azért, hogy a betegek ellátása megfelelő legyen. Ennek ellenére bíznak abban, hogy sikeres lesz az idei évük is. Azt tervezik, hogy a Körvend környékén megnyíló menekült központban is segítik a migránsok ellátását 2016-ban. Feltehetően kábítószer terjesztőt fogtak el egy Kisvárda közeli kistelepülésen a rendőrök. A nyomozás adatai szerint a 31 éves férfi lakókörnyezetében árulta a kábítószert, amit élettársa házában tárolt és maga is fogyasztott. A házkutatás során Téba, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség kábítószer kereső kutyája segítségével a rendőrök közel 400 g, a gyors teszt eredménye szerint amfetamin tartalmú masszát, valamint 13 g kábítószer gyanús növényi törmeléket találtak. A Kisvárdai Rendőrkapitányság HG-zát kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanújával vette őrizetbe, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. A rendőrök több fogyasztót is előállítottak, akiket tanúként hallgattak meg. Saját gazdaságot alakított ki az önkormányzat Nagyecseden. A közmunkaprogramban egy 4 hektáros területet hasznosítanak. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A középszakasz utolsó mérkőzésén a Jászberényt fogadja a Marsó-Nyíregyháza. Az már biztos, hogy Sitko Ernő együttese osztályozót játszik az NB1-ben maradásért, az viszont csak szombaton dől el, hogy a MAFC vagy a Jászberény lesz a nyíregyháziak ellenfele. Csúcsrangadót játszanak vasárnap a labdarúgó megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. A listavezető Balkánya a tabellán egy pont hátránnyal második rakamaszhoz látogat. Saját gazdaságot alakított ki az önkormányzat Nagyecseden. A közmunkaprogramban egy 4 hektáros területet hasznosítanak kordonos uborka termesztésre. A 6000 fős Nagyecseden közel 1000-en közmunkában dolgoznak. A helyi önkormányzat igyekszik hasznos munkát biztosítani a közfoglalkoztatásban. Nagyecsed határában ezen a 4 hektáros területen uborkát termesztenek a közmunkások. Az önkormányzat tavaly kezdte el a közfoglalkoztatási mezőgazdasági programot, amelyben 80-an dolgoznak. Mint egy 5000 folyóméter csepegtető rendszerrel látott kordonos uborkát telepítettünk le önkormányzati területen, és megpróbáltuk egy nagyon komoly szakmai stáb útmutatása mellett magát a technológiát is letelepíteni, meg aztán annak a nevelése során is ugyanezeket a technológiai utasításokat betartani. És hát hála jó Istennek, így most már a szezon zárása után azt mondom, hogy egy nagyon eredményes programot csináltunk, hiszen erről az 5000 folyóméterről egy közel 10 millió forintos árbevételt tudtunk realizálni. Az uborkát egy nyírbátori nagykereskedés veszi át. Az önkormányzat idén 3000 folyóméterrel növelni szeretné a mezőgazdasági területet, így többen dolgozhatnának a gazdaságban. Én nagyon szeretem csinálni, mert ezek előtt is ezt csináltuk, meg ebben nőttem fel. Én ezt szeretem csinálni. Nagyecseden jelentős a közfoglalkoztatás mértéke, a 6000-es városban több mint 1000 embert foglalkoztat az önkormányzat közmunkásként. A szakképzetlen munkaerőnek nehéz olyan feladatot találni, ami értéket teremt, hasznos. Nem csak a kisebb, de a nagyobb városokban is.
Nyíregyházán 1148 fő közmunkás dolgozik, 1,4 milliárd forintot költenek az egész éven át tartó programra. A programban meghatározó létszámban vehetünk fel alacsonyabb iskolai végzettséggel, alacsonyabb bérrel embereket, illetve kisebb számban magasabb iskolai végzettséggel, magasabb bérrel. A közhiedelemmel ellentétben nem csak közterületen foglalkoztatunk embereket, hanem intézményeknél, különböző kisegítő munkakörökben, hölgyek esetében takarítónőként, konyhai kisegítőként, férfiak karbantartó udvari munkásként, illetve magasabb végzettséggel különböző adminisztratív feladatokat is elláthatnak. A közfoglalkoztatási programban képzések is szerepelnek, aminek segítségével könnyebb lehet a kikerülők elhelyezkedése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében emelkedik a közmunkások száma, jelenleg közel 40 ezer. Országosan 240 ezer a létszám, a közmunkaprogramra idén 340 milliárd forintot költ a kormány. A középszakasz utolsó mérkőzésén a Jászberényt fogadja a Marsó Nyíregyháza. Az már biztos, hogy Sitko Ernő együttese osztályozót játszik az NB1-ben maradásért. Az viszont csak szombaton dől el, hogy a MASZ vagy a Jászberény lesz a nyíregyháziak ellenfele a két nyert meccsig tartó párharcban. A szezon 32. mérkőzésére készül a Marsó Nyíregyháza, amely eddig 6 győzelem mellett 25-ször vesztesen vonult le a pályáról. A Jászberény elleni találkozónak igazából csak a vendégek számára van tétje, mivel a berényiek győzelmükkel kiharcolhatják az osztályozó nélküli bennmaradást. Nyíregyházi siker esetén viszont ez a két csapat játszhatja az osztályozót, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik együttes vág neki lélektani előnnyel a párharcnak. Ez az utolsó mérkőzése ugye a középszakasznak, és a Jászberény szempontjából az a kérdés ugye, hogy amennyiben ők győznek, akkor biztos, hogy elkerülik a play-outot. Tehát ennek tükrében milyen mérkőzésre számíthatnék, egy olyan mérkőzésre, ahol mind a két csapat küzdeni fog, hiszen mi azért hazai pályán minden körülmények között a győzelemre fogunk törekedni. Úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú mérkőzés lesz, hiszen Jászberényből is jelezték, hogy körülbelül 150-200 szurkoló érkezik majd, és remélem, hogy ez a nyíregyházi közönséggel kiegészülve egy nagyon jó hangulatú mérkőzést eredményez. A csapatkapitány szerint mindenképpen győzelemre játszanak, mivel szinte mindegy, hogy melyik együttes ellen kell pályára lépniük az osztályozón. Én úgy gondolom, hogy mind a két esetben számunkra erős csapatról beszélünk, hiszen a Berénynek nagyon erős kerete van. Én úgy gondolom, viszont a MAFC pedig hazai pályán nagyon erős és meghatározó. Nem tudom, melyik lenne a jobb, megmondom őszintén, kivel játszanék szívesebben. A Marsó Nyíregyháza Jászberény mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20 órától láthatják a találkozót. Csúcsrangadót játszanak vasárnap a labdarúgó megyei másodosztály Alukonstrukt csoportjában. A listavezető Balkánya tabellán egy pont hátránnyal második Rakamaszhoz látogat. A vendégek 3 pontért utaznak a szintén feljutásra pályázó rivális otthonába. Egy hét alatt aratott 3 győzelemmel hangolt a tavasz, leginkább várt mérkőzésére a Balkány. Mirgai László együttese a 22. fordulóban Nagykállóban nyert 2-0, majd a hétközi Magyar Kupa meccsen 1-0 verték a Tuzsér Bogdanovicsék, legutóbb pedig a Leveleket győztele 4-0 az Élovas. A csapat eredményét és formáját tekintve az edző szerint nem lehet más céljuk Rakamazon, mint a 3 pont megszerzése. X-re semmi esetre sem játszunk, természetesen jobb, mint ha vereséget szenvednénk, de mindenképpen úgy menjünk, hogy szeretnénk Rakamazon már egy olyan előnyre szert tenni, ami egy kicsit nyugalmat adhatna a többi mérkőzésre. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, tudjuk nagyon jól, hogy a Rakamaz nagyon jó csapat, megye egyes szintű csapat, nagy közönség előtt fogunk játszani, sok szurkoló elkísér minket. Én azt mondom, győzzön a jobbik csapat, aztán mi arra fogunk törekedni, hogy támadó futballt játszunk, nem bunkerezni akarunk, soha nem is ez volt a rám a jellemző, és akkor meglátjuk, hogy majd mi jön ki ebből. A Debrecennél korábban 3 bajnoki címet szerző Igor Bogdanovics eddig 23 mérkőzésen 36 gólt szerzett a Balkány színeiben. A csapatkapitány szerint a rakamazi mérkőzés eldöntheti a bajnoki cím sorsát.
Ez egy kicsit különös mérkőzés lesz, már is egész Szabolcs megye, akár Hajdú-Bihar megye is erről a meccsre szól, mindenki nagyon vár ezt a mérkőzést, úgyhogy hát én biztos vagyok benne, hogy ez tényleg ez lesz a döntő meccs, az a csapat, aki ezzel a meccsen megszerezi 3 pont, szerintem lehet kezdeni ünnepelni a bajnokságot, vagy a bajnoki cím megszerezés. Biztos vagyok benne, hogy mind a két csapat mindent meg fog tenni, hogy a eléri a célja, gondolom rákamoznak is ez a cél, hogy legyen 3 pont, mi csak úgy megyünk oda, hogy nekünk is az a célja, úgyhogy most is inkább ezt akarok mondani, aki megérdemeli, az legyen akár ezen a meccsen győztes, akár bajnok győztes csapat is, és biztos vagyok benne, hogy az a mi csapatunk lesz. A megyei másodosztály Alukonstruk csoportjának élén a Balkánnyal 67 ponttal megelőzve a 66 pontos Rakamaszt. A két csapat mérkőzése vasárnap 16 órakor kezdődik Rakamazon. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Az elmúlt hónapokban ellentmondásos hírek jelentek meg a Józsa András Oktató Kórház régi sugárterápiás betonbunkerének bontásával kapcsolatban. Felmerült ugyanis, hogy az építkezés során nem megfelelően kezelték az esetleg sugárfertőzött eszközöket és bontási törmeléket. A kórház mai tájékoztatása szerint az intézmény területén sehol nem mérhető sugárzás. Trafipax kívánság műsort tartottak ma az országban. A Speed Marathon nevű rendőrségi akcióban bárki kérhette, hogy sebességmérőt telepítsenek az utcájába, vagy bárhova, ahol szükségét érezte. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 25 kérés érkezett. Komoly veszteséget okozhatnak a Vöröskeresztnek a megyében induló plazmaferezés központok. Ezek a laboratóriumok ugyanis fizetnek a véradóknak, míg a civil szervezet nem tud pénzt adni az önkénteseknek. Erről is beszélt a Vöröskereszt megyei igazgatója küldött gyűlésükön. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 21-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, addig is megtekinthetik tudósításainkat honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken napos időre számíthatunk. Légköri front péntek estig nem éri el a Kárpát-medencét, többnyire alacsony nedvesség tartalmú, néhány fokkal enyhébb levegő áramlik fölénk. Éjjel helyenként kevés gomoly felhő várható, majd mindenütt derült, száraz idő lesz. A nyugati, később a délire forduló szél időnként megélénkül, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Pénteken napközben túlnyomóan napos időre lehet számítani, általában kevés fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, a délnyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincs térségünkben. Szombaton még számítani lehet több-kevesebb napsütésre, majd nyugat felől erős felhősödés várható, és egyre több felé elered az eső, záporeső. Vasárnap a csapadékzóna kelet felé húzódik, és több felé viharossá fokozódik az északira forduló szél. A következő napokban is változékony időre van kilátás, helyenként, szerdán pedig több felé esővel, záporral. Átmeneti enyhülés után a jövő héten ismét csípősebbek lesznek az éjszakák, és a maximum hőmérséklet is elmarad majd az ilyenkor szokásos értékektől.